Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű volt, hogy ebből a mezőnyből az MTK kiemelkedett a játékával, főleg a játék dinamikájával. Még úgy is, hogy az elején azért nagyon nehezen indult. Én azt gondolom, hogy azért ott sokan temettek már minket a szurkolóink közül is, és azt mondták, hogy úristen, itt nagyon szörnyű idény lesz. Azt gondolom, hogy azután viszont elkaptuk a fonalat, és az, amit mi megálmodtunk a sportigazgatónkkal, az a dolog működött. Játszottak a fiatalok, jól játszottak a fiatalok, sőt, egyre jobban játszottak az idény során. És főleg már az utolsó kupa meccseken, meg a felkészülési meccseken, az NB1-es csapatok ellen, ahol tényleg le lehetett mérni, hogy állunk hozzájuk képest, ott bebizonyosodott, főleg a Honvéd elleni első meccsen, hogy gyakorlatilag azt nyugodtan állíthatom, hogy lefociztuk őket, még hogyha ez gólokban nem is mutatkozott meg, és a játék sebessége az egyszer nálunk teljesen más volt, mint az ellenfelünknél. Balszerencsésnek tartom természetesen ezt a kiesést, hogy gyakorlatilag kapott gól nélkül, legalábbis a rendes játékidőben kapott gól nélkül estünk ki a kupából. Én azt gondolom, hogy így is egy nagyon-nagyon szép eredményt értünk el. És hát iszonyatosan biztató, és én is optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezt a csapatot néhány poszton természetesen megerősítve, de főleg a fiatalokat megtartva, ezt a vázat megtartva, úgy gondolom, hogy tényleg üde színfolt lehetünk az NB1-ben, mint ahogy az MLS újdonsült sportigazgatója is mondta nekem a Honvéd elleni meccs szünetébe. Talán most már mindenki számára egyértelmű, hogy mit szeretnénk játszani. Visszajön az a játék, amit ugye a vezetőedző Mihály Boris megálmodott, az, amit mi is szerettünk volna. Ebben a dinamikában szeretnénk még inkább előrelépni. Minden új játékosnál az volt az elsődleges szempont, hogy a csapat sebességét növeljük. Hiszen a foci tudással talán még az előző időszak, mikor kiestünk az NB1-ből, akkor se volt, azzal se volt probléma. Ellentétben a játéksebességünkkel, illetve a játékosok sebességével igen. Mindenképpen egyértelmű, hogy a legfiatalabb átlagéletkorú csapat leszünk jövőre, az biztosan állíthatom, hiszen még a pár idegenlégiós, akit hozni fogunk, azok is a fiatalabb kategóriába tartoznak, és kizárólag a hiányposztokra fogunk értelemszerűen főleg a védelembe igazolni, de az biztos, hogy a teljes felkészülésünket, teljesen mindegy, hogy ezt most június 20-án vagy július 1-én kell megkezdenünk, attól függően, mikor lesz a bajnokság, de már a teljes kerettel tudjuk megkezdeni. Gyakorlatilag az összes általunk kiszemelt játékossal sikerült aláírni a szerződéseket. Ezt majd, hogy a bajnokságok befejeződnek itthon és külföldön, majd június végén, július elején fogjuk bejelenteni, hiszen azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez nem lenne túl etikus azokkal a játékosokkal szemben, akik még más csapatokban küzdenek a saját mostani csapatukért. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy már az elejétől kezdve a teljes keret együtt tud dolgozni. Erre törekedtünk az előző idény kezdetekor is, és most is ez volt a vezetőedzőnknek a kérése. Hát azt tette lehetővé végül is azt, hogy betárgyaljuk akár az idegen légiósokkal is az idény kezdetet, mert azt gondolom, hogy már a téli idényben is azért nem öntelten, de elég magabiztosan gondoltuk, hogy a feljutást azt el fogjuk érni. Nem titok, hogy Mihálynak a speed a kedvenc mondása, de én azt gondolom, hogy ez most már az egész világon ez az egyik legfontosabb. Nagyon sok jól focizó futballista van, ez még az kell, hogy megfelelő gyorsaság, és hát ahogy te is említetted, az a csibészség, agresszió megfelelő keveréke, és ezekben a fiatalokban megvan. És öröm nézni 18-19-20 éves játékosokat, hogy egyrészt nagyon felnőtt módon, másodszorban pedig tényleg valami iszonyatos keménységgel, lelkesedéssel fociztak az összes meccsünkön. Igen, én azt gondolom, hogy azok az idősebb játékosok, akik maradnak velünk, azokban ugyanúgy megvan ez a győzni akarás. Van mellette egy nagyon nagy rutin, elfogadják néhányan azt is, hogy kevesebbet játszanak, és ez kiegészül egy tényleg az a nagyon fontos, az a csibészség, mondjuk említettel a Sön Szavit, de mondanám még a Palincsár Martint, akinek teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, ő ugyanúgy oda mer menni, oda mer csúszni, ugyanúgy támad le, ugyanúgy elvállalja a cselt, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Első szándékból játszunk, ez teljesen más, amit korábban megszoktak tőlünk a szurkolók. Ugye az elején még ez a
MTK stílust keresték sokan. Én azt gondolom, hogy, és akkorában is elmondtam több interjúban, szerintem az MTK stílus az, hogy egy jó focit játszunk, amire a szurkoló tényleg ki akar jönni a mérkőzésre. Én azt gondolom, hogy ezek a meccsek, akár a diósgyöráni kupa meccs, vagy a honvéd elleni, főleg az első meccs, az olyan volt, hogy nagy öröm lett volna, persze a szurkolók előtt játszunk ugye a honvéd ellen, de egy olyan volt, amire azt gondolom, hogy sokan azt gondolták, hogy ha ez a csapat így fog játszani az NB1-be, akkor igen érdemes lesz majd jegyet váltani a meccsekre. Nem szeretnénk visszatérni arra a stílusra, ahol gyakorlatilag rengeteg keresztlabdával olyan unalmas meccseket játszunk, hogy gyakorlatilag minden néző elalszik a mérkőzésen. Mi azt szeretnénk, hogy folyamatosan történjen valami, és azt gondolom, hogy főleg az első meccs bebizonyította, hogy képesek vagyunk ilyen játékra, bírjuk erővel. Az a másik nagyon fontos dolog volt, amiben előreléptünk, sőt, még nem csak hogy erővel, hanem a meccsek végén is még megmarad dinamika, sebesség a játékosokba. Lássuk például a Katona Máténak az adatait a honvéd elleni meccsen, ahol igaz, hogy hosszabbítás után, de több mint 16 km futott úgy, hogy még az utolsó 5 percben is volt szerintem 30 km fölötti sprintje. Azt nem mondtuk, hogy nekünk nagyon fontos volt, hogy őt ismertük már korábban, ugye én is elég sokat beszélgettem vele, de a Polyák Balázs sportigazgató pedig kimondottan baráti viszonyt ápolt már vele akkor is, amikor ugye az U21-es válogatottnál dolgozott. Az a fanatizmus, ami amúgy átragad itt a játékosokra a meccs előtt, ez akkor is megvolt benne, ugye mindenki emlékezett, hogy hogyan meccselt ugye a pályaszélén, és ez a mai napig így van, és én azt gondolom, hogy ez tényleg egy fontos dolog, hogy ez a fanatizmus ez olyan szintig ragad át a játékosokra az egész meccsen, hogy itt, ha megnézzük tényleg az első egy-két mérkőzésünket, hogy játszott a csapat, meg most az utolsó kettőt, akkor nehéz nem észrevenni egyrészt a fejlődést, még nehéz azt is elhinni, hogy kvázi ugyanarról a csapatról, nagyjából ugyanazokról a játékosokról van szó, és nem tudok mondani olyan játékos szerencsére, akit ez a hév ugyanígy ne ragadna el. Tehát itt szerencsére nem az van, hogy van egy pár játékos, aki beledik ebbe a képbe, hanem azt gondolom, hogy minden játékos felvette a kesztyűt, azok is, akik kevesebbet játszottak, vagy folyamatosan kimaradtak a keretből. Szerencsére elég minőségi volt a keret abban, hogy be tudott ugrani mindig megfelelő helyettesítéssel játékos az esetlegesen kiesőknek a helyére, senki nem érezhette teljesen biztosnak a helyét. Ez jövőre persze még inkább így lesz, még nagyobb lesz a versenyhelyzet a csapatban. És azt gondolom, hogy amikor kérdezted, hogy mi lenne a nagyobb öröm, igen, azt gondolom, hogy ez már az a játék, amitől nem is az, hogy elvárhatnánk, de azt gondolom, hogy a szurkolók újra fogják értékelni azt, hogy érdemes-e kijön egy MTK meccsre, és talán még az is előfordulhat, hogy nem csak MTK szurkolók, hanem mint régen, akik keresték a jó látványos focit, más csapatok szurkolói is kilátogatnak majd hozzánk ide a stadionba.